Sziasztok, Gresó Eszter vagyok, ő pedig Lolka. Képzeljétek, ő is menhelyi kutya volt, mint sok más társa. Nagyon szerencsés, mert szerető gazdához került. Sok kutyával ez azonban sohasem történik meg. Magyarországon 2018-ban 20 ezer ebet fogadtak be a menhelyek, és még így is több százezer kóbor az utcákon. E probléma mellett személyes okok késztettek döntésre. Hozzám hasonlóan, vajon hány egyetemistának nem lehetett saját kutyája az elfoglaltságai és lakhatási körülményei miatt? Így született meg bennem a Yellow Dogs ötlete. Egy közösség, amelyben egyetemista önkéntesek menhelyi kutyákat sétáltathatnak a főváros forgalmas zöld területein. Jelentős mértékben hozzájárulnak a kutyák szellemi fejlődéséhez, miközben kimozdulnak komfortzónájukból, a social media világából, egy valódi közösségbe, a szabadba. Célunk, hogy minél jobban felkeltsük az utcán járókelők figyelmét. Hogy hogyan? Egyforma sárga hámot adunk az állatokra, amely brandünk képviselete mellett azt is jelzi, hogy az állat örökbefogadható, valamint, hogy a sétáltató hajlandó az interakcióra. Nagyon fontos részét képezi az ötletnek az állatos profilú cégekkel való együttműködés, melynek köszönhetően a Yellow Dogs tulajok kedvezményeket vehetnek igénybe ezeknél a partnercégeknél. Ezeknek köszönhetően jelentős mértékben csökkenthető az állattartás költsége. Tevékenységünk hatása mérhető. Menhelyi kutyák, diákok, jelenlegi és jövőbeni örökbefogadók, vállalatok. Egy tudatos és formabontó közösség építése. Ha bármely oldalról érdekel az ötletem, kérlek csatlakozz a Yellow Dogs Budapest nevű Facebook csoporthoz.